Mert a karácsony azt üzeni, szeretni és szeretve lenni a legcsodálatosabb és legvarázslatosabb dolog a világon. Ez a mottója ünnepi beszélgetéseinknek, amelynek sorában Bence András evangélikus püspök helyettes fogalmazta meg hívőknek és nem hívőknek, milyen gondolatokat kell ébresszen bennünk, milyen üzeneteket hordoz Advent a mai felgyorsult világban. Sokat beszéltünk a közösségekről, meg a különböző korosztályok között végzett munkánkról, és ezeknek a munkáknak a lényege éppen az, hogy a Krisztusra való odafigyelést erősítsük. Az a lényege, amit Adventben hirdet meg az Úr, hogy eljön Sionhoz a megváltó. Vagy amit karácsonykor az angyal mond a pásztoroknak, hogy üdvözítő született ma nektek, aki az egész nép öröme lesz. És ez a csoda, hogy az egész nép öröme lesz, ez valamiképpen a gyülekezet küldetése is, hogy az Isten szeretetének az örömhírét mindenkinek eljuttassa. Ez fordít bennünket a generációkhoz, különböző helyzetben lévő emberek felé. Bence András kitért a generációk elvárásainak különbözőségeire, arra az indítatásra, amellyel Jézus születését várja az emberfia. Jézusnak a születése az valóban egy olyan esemény, amely mindenkinek örömöt szerez, még akkor is, hogyha tudtán kívül. Megkérdezzük a diákokat, minek örülnek karácsonykor, és akkor elkezdik sorolni, hogy vannak örömeik. És ugyanígy a nyugdíjasokat is kérdezhetjük. Talán a legizgalmasabb kérdés az egyedülállóknak, meg a kórházban, intézetben élőknek a kérdés, hogy ők tudnak-e valaminek örülni karácsonykor, de azt látom, hogy azért mindegyikünk keresi azt az örömöt, amely erre az időszakra jellemző lett. A jelen tanulsága, hogy lehet hittel élni a várakozás jegyében, mert a karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál, nem marad benne a jó kívánságokban. Életre kell, beléd költözik, és minden nap veled lesz, így soha nem leszel egyedül. Ma nagyon sok mindent szeretnénk mi magunk megoldani. Mi magunk elvégezni. És ami karácsonykor történik, az történik. Lukács így is kezdi a karácsonyi események leírását, és történt azokban a napokban. Hogy valamit az Isten végez. Az embernek nagyon sokszor meg kellene állnia és megvárnia az Isten cselekedeteit. És amikor azokat meglátjuk, akkor tudunk valamit lépni, mi is beleállni abba a cselekvésbe, amit ő végez. A Bence Andrással készült ünnepi beszélgetést ma 19:55 perckor tekinthetik meg nézőink.